Budapest. Egyike Európa 15 legnagyobb városának. Lakosainak száma meghaladja 2 milliót. Területe 525 négyzetkilométer. A lakosság 96%-ának még ternél többet gyalogolnia ahhoz, hogy a 3772 BKV megálló valamelyikén tömegközlekedési járműre találjon. január 1-jét a szakembereken és talán a statisztikusokon kívül senki nem jegyezte meg nevezetes dátumként. Ezen a napon alakult meg a Budapesti Közlekedési Vállalat, mint az egész főváros tömegközlekedésének gazdája. Decemberében Budapest lakossága különleges karácsonyi ajándékot kapott az országtól, a teljes kelet-nyugati metróvonalat. És alig pár nappal később, január 1-én a metró is tagja lett az Egységes Közlekedési Vállalat nagy családjának. Az ország népességének egyötödét magába tömörítő Metropolis központját 112 km hosszan hévvonal is összeköti peremvárosaival. A budapestiek egyik legkedvesebb tömegközlekedési eszköze a trolibusz. Kényelmes, mozgékony. És ami ma talán a legfontosabb, nem szennyezi az amúgy is füstös, kormos, nagyvárosi levegőt. A legrégebbi kéreg alatti vasútját, amit ma már csak kisföld alattinak becézünk, 1973 karácsonyára újították fel teljesen. Úgy látszik, új ünnepi hagyomány van születőben. Thank you.
ugyancsak 1973-ban rekonstruálták a 100 éves fogaskerekűt. Pályáját felújították, szerelvényeit modernebbekre, kényelmesebbekre cserélték ki. A budai hegyek lakói, a kirándulók, a síelők nagy örömére. Duna két partja közt suhanó kishajók kedves színfoltjai a városnak. Utasaik számára nem csupán közlekedési lehetőséget, rövid pihenést, kikapcsolódást is jelentenek. A budapesti közlekedési vállalat 3858 járművel rendelkezik. Mintha minden 500 budapestinek saját tömegközlekedési járműve lenne. Ezek a járművek naponta több mint 4,5 millió utast szállítanak. Megközelítően annyit, mint Dánia egész lakossága. Ez évente 1 milliárd 650 millió embert jelent. Földünk népességének felét. Az összes járműveken teljesített évi 8 milliárd 727 millió utaskilométerrel bárki nem is egyszer megkerülhetné a Szaturnusz bolygót. Ha egymás után fektetnénk a főváros valamennyi vágányát, és hozzáadnánk egyéb járműveink összesített útvonalhosszát, ezen a képzeletbeli útvonalon Londonba érhetnénk. A vállalat járművei csupán folyékony üzemanyagból 65 millió 231 ezer litert fogyasztanak évente. Többet, mint amennyi elférne egy kisebb természetes tavunkban. Úgyhogy tartalékként még egy nagyobb békaúsztatóra is szükség lenne. Ehhez járul még az a 287 millió 114 ezer kilowattóra villamos energia, amely több, mint amennyit Budapest egész közvilágítása igényel. A kalandozások korában kellett volna elindulnia annak, aki egyedül vállalta volna, hogy a budapesti villamosok évi több mint 8 millió üzemóráját egyedül utazza végig. Ez megközelítően 900 év. Érthető tehát, hogy ugyancsak korán kellett volna kelnie ahhoz, hogy ma délután el ne késse szabadságtéri randevúját. Ha pedig történetesen István királyunk vállalkozott volna, hogy végigutazza a BKV összes utasának egy évben járművön töltött utazási idejét, akkor 14 ezer év múlva érkezne meg a Hősök terére. Milliárdokkal gazdálkodó vállalat, szerteágazó feladatok. Ami tegnap korszerű volt, mára elavulhat. Ami ma elegendő, holnapra kevésnek bizonyul. Ezeknek a gondolatoknak jegyében tervezték ilyenre a Hungária szalagszervizt. Ma még talán túlméretezettnek tűnik. De legalább nem lehet máról holnapra kinőni. 1974. januárja óta itt mossák, takarítják, ellenőrzik a területileg ide tartozó villamoskocsikat.
Esetenként itt végzik el a kisebb javításokat is. A villamos kocsik nagy javítását már a vasúti járműjavító gyár egységében, ismertebb nevén a Fehérúti főműhelyben intézik. Itt végzik a fődarabok azonnali cseréjét is. A nagy javításra érkező villamosokat itt szinte alkotó elemeikre szerelik szét, hogy aztán a lemezmunkáktól, az elektromos motorok és berendezések teljes felújításáig minden műszakilag szükséges feladatot elvégezzenek rajtuk. Ez a gyáregység, amelyet 1972. márciusában avattak fel, 218 millió forintjába került a vállalatnak. Budapest öt nagy autóbuszgarázsának egyike az Óbudai Kocsiszín. Jelenleg ez a főváros legkorszerűbb autóbuszgarázsa. 277 autóbusz rendszeres felülvizsgálására és tárolására alkalmas. Makettjátékunkban megfigyelhetjük azt az átgondolt technológiai rendet, amely lehetővé teszi, hogy az ide beérkező kocsik szinte várakozás nélkül járhassák végig a megfelelő részlegeket, a hiba megállapítótól egészen a szakműhelyekig. Ennek a garázsnak szervezési tapasztalatait felhasználták az épülő új cinkotai kocsiszín tervezésénél. A vállalat legöregebb létesítményei közé tartozik a Récsei garázs. Épp ezért állandóan újítani, modernizálni kell. A munka szervezettsége és a közlekedés biztonsága érdekében kifejtett tevékenysége így is jelentőssé teszi. Naponta felülvizsgálják valamennyi autóbusz kormány és fékberendezését, adagoló rendszerét. Műszeres ellenőrzés után minden hibát azonnal helyben kijavítanak. Thank you.
bölcsészének állásait csak közlekedésbiztonságilag teljesen kifogástalan autóbuszok hagyhatják el. A budapesti trolibuszok többsége a Pongrácz úton pihen éjszaka, vagy a járatok nagyobb szüneteiben. A rendszeres takarításra, ellenőrzésre, kezelésre nekik sem lehet panaszuk. Az egységes vállalat zavartalan működéséhez, a több ezer jármű legjobb kihasználásához elengedhetetlenül szükséges a korunk igényeinek megfelelő diszpécser hálózat. Körözvény valamennyi közlekedő vonat részére. Jó napot kívánok, a pontos idő 14-es óra. Szolgálatot váltottunk. Leváltott menetirányító Dezsőfi Endre, 14 órától menetirányító Varga Ákos, érvényes menetrend az A3-as, mindnyájuknak jó szolgálatot kívánok. Petra 1-es, jó napot és jó szolgálatot kívánok végre. A Vágányútban a 49-es jelző vörös. Kérem a 49-es jelzőre kézi hívó kivezérlését. A hívó kivezérlése megtörtént. A 49-es jelzőn kézi vezérlésű hívójelzés van, kérem a pályafokozat megfigyelését. A metró diszpécserei egyetlen pontról, a Deák téri központból áttekinthetik a teljes útvonalat, a közlekedő szerelvényeket, az összes biztonsági berendezést. BKV 51 keresi a BKV 1-et, adásra jelentkezem, vétel. Igen, jelentkezem, vétel. A BKV 52 jelenti a BKV 1-esnek, menet nyugati pályaudvar felé Lenin körút és a Veselényi utca kereszteződésbe torlódás van, intézkedést kérek. Egyes vagyok, értettem, feltarany körúton, Veselényi utcával menet nyugati pályaudvar felé, torlódás van, már is intézkedem, vétel. Helyesen értette adásomat, köszönöm intézkedését, vége. Még 1974-ben minden autóbuszvonal önálló URH berendezést kap. Így állandó és közvetlen kapcsolatban lehetnek majd a központi diszpécserekkel, akik az Akácfa utcai központból már ma is átlátják a főváros egész tömegközlekedését. És szükség esetén alközpontjaikon keresztül bárhol be tudnak avatkozni. Minden zavar azonnali elhárítására felkészültek. Jelentkezem az ötös hívására, vétel. BKV 5-ös jelenti a BKV 1-nek, hogy a római part környékén rendkívül nagy vihar zúdult végig, a transzfürdőkből megindult a nép hazafelé. Tehát sürgősen kérek 10-12 darab autóbusz segítségképpen, vétel. Egyes vagyok, értette vadását, intézkedem. Az autóbusz szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. Autóbusz szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. Megkérem azonnal indítson Pünköst fürdőhöz a 3-as alközpont területéről 5 darab autóbuszt, és az 5-öséről is 5 darabot, vétel. Erőt, egészséget, központi diszpécser Molnár vagyok. A római nagy vihar vonul végig, ezért kérem azonnal küldjenek Pünköst fürdőhöz 4 darab autóbuszt. A HÉV szakági diszpécser jelentkezzen, vétel. A hívszakági diszpécser jelentkezik, vétel. Azonnal állítsa be Békási megyeren álló tartalék észszerelvényét. Mind a központtal, mind az egyes járművekkel állandó kapcsolatban irányító tornyok működnek már a főváros nagyobb csomópontjain és végállomásain. Főváros belátható időn belül nem mondhat le a felszíni villamos közlekedésről.
El kell azonban érni, hogy a város megnövekedett járműforgalmát mennél kevésbé zavarják a villamosok. Nagyrészt ezért állították munkába az új vágányépítő berendezést. A pályaelemek előre elkészített panelek, amelyeket a gép pontosan az úttest szintjében helyez el. Kerülnek, hogy többek közt ezzel is csökkentsék a világviszonylatban problémát okozó nagyvárosi zajártalmat. Villamosaink egy része, főleg a külső városrészekben még úgynevezett zárt pályán közlekedik. Az 1973-ban beszerzett gépsor több ezer nehéz fizikai munkaórát takarít meg, szalagszerű munkamenetben végezve el az összes külső pályaépítő feladatot. BKV saját számítóközpontjának feladata többek közt a járművek forgalmi adatainak gyűjtése és a különböző raktárak anyagforgalmának nyilvántartása. Havonta 2 millió adat kerül a gépterembe. Ezek feldolgozásával oldják meg például a járművezetők forgalmi teljesítmény elszámolását és a készlet nyilvántartást. 1973-ban itt készült el a lépcsőzetes munkakezdés optimális programja. Ma már a járatok menetrendjének elkészítését is számítógépek végzik. Szembe lévő táblán különböző színű fényeket fog látni felvillanni. A piros jelzésre középső pedált, a féket kell lenyomnia, zöld jelzésre jobb lábánál lévő gázpedált, sárgára a bal lábánál lévő kuplungot. Nyíl irányába a kormány tessék elfordítani. Nézzen bele a csőbe, egy kört lát, aminek két különböző színe van, középen egy fekete vonal. Addig csavarja a jobb kezénél lévő gombot, amíg a két félkörnek egyforma nem lesz a színe. A vállalat lélektani laboratóriumában minden újonnan belépő járművezető alkalmassági vizsgát tesz. Itt mérik reflexeit, érzékszervei pontosságát, személyiségjegyeit. Ez mindannyiunk biztonságáért történik. Lehel út, Béke út, Száva utca. Itt áll a vállalat 3 társasháza 298 lakással, és már épül a 4. és az 5. is 120, illetve 180 lakással.
A továbbiakban pedig minden évben 100-100 lakást kapnak a dolgozók. Hát hogy emlékszik vissza a Szávó utcai családi honfoglalása, nem volt olyan nagyon régen? 1972. szeptember 10-én költöztünk be az új lakásba, ami részünkre nagy élmény volt, mert azt hiszem, hogy mindenkinek az életében a lakásba való költözés és az ilyen szép lakásba való beköltözés mindenkinek nagy élmény. Mennyibe került ez önnek? Ez körülbelül olyan 200 000 forintba került. Ez a végösszeg? Ez a végösszeg, 200 000 forint, és 32-t kellett csak befizetni, ami nem egy nagy összeg. 32-t és a vállalat hozzájárult 20 000 forinttal, amit nem kell visszafizetni, ha nem lépek ki 10 évig a vállalattól. Nincs szándékában kilépni? Szándékomban nincs kilépni, mert azt hiszem minden autóbusz vezető jelen pillanatban megtalálja. A számítását megtalálja. Évike már jól érzi magát a kis lakásban? Évike első naptól kezdve jól érezte magát a lakásból. Hát szépen berendeztem neki ott azt a kis sarkot, egy ilyen kis játszóhelyiséggel, ami véleményem szerint nagyon megfelel neki, és nagyon szereti is azt a helyet. Mackóval, babákkal. Maci, baba, telefon, zongora, hát amit egy gyereknek el lehet képzelni, hát az általában megvan neki. És látom, nem csak Évike, hanem Füléjék is már otthon érzik magukat. Mi is jól érezzük magunkat, és elmondhatom azt is, hogy hát van egy kocsink, amit nem is nagyon használunk jóformán, mert annyira jól érezzük magunkat a lakásban, hogy az embernek ilyen lakásból nincs is olyan nagy kedve kimenni a tömegbe. Főleg egy autóbuszfejtő, aki végeredményben állandóan kint van a tömegbe, az igyekszik a családi környezetét úgy kialakítani, hogy nyugodt körülmények között a családa itthon együtt lehessen. De nem csak az évekkel, a percekkel is gondolni kell. Azoknak a rövid pihenőknek perceivel, melyeket a járművezetők két menet között tölthetnek el. Hány pipát sikerült elszívni a mai műszak alatt? Hát körülbelül 8-10. Mennyit ebből itt a pihenőben? Hát mind a pihenőben. Mind a pihenőben. Tehát pipázni lehet, sakkozni is esetleg. Újságolvasásra is van lehetőség. Mikor kezdett ma? 3.34-kor. Sikerült megreggeliznie? Sikerült. Ebédelni is? Hát azt majd most fogok. Azt most fogottam, de látom, mint a frigiderbe. A frigider mindig tele van. Tele, általában tele. Hol a délutások hoznak már ilyenkor bele. Délelőtt a cuccunk van benne. Hát a brigád vezetője a szó. Mit szólnak ehhez a kis pihenőhöz a brigád tagjai? Sokkal kulturáltabb, mint a régi, annyit tudunk mondani, és nagyon örülünk, hogy éppen a mi brigádunk fogott ki egy ilyen végállomást, mert még a nagy általánosságban nincs minden vonalnak ilyen végállomása, mint nekünk. A műszakok után például mi fiatalok lévén futballmeccset szoktunk itt a közeli futballpályán játszani, és nagyon jó, hogy van mosdóhelyiség után, ha meg tudunk mosakodni, viszont jó lenne, ha mondjuk az egyik mellékhelyiséget zuhanyzónak csinálnák meg. Amikor ide áttelepültünk a brigáddal, akkor mindjárt vettünk kávéfőzőt, ilyen kávékészletet, és azóta folyamatosan főzzük a kávét, ami kicsi haszon van az a brigádnak a ilyen közös kiadásait. Közös kiadásait fedezik. Aztán mik ezek a közös kiadások? Kirándulások szervezése, közös színházlátogatás, hát van közös társadalmi munka, van a sörparti is, egy vacsora. Sörparti? Igen. Az is el van. Most ma például ami volt, hogy kaptunk 25 darab színházjegyet a körszínházba, ezt osztottuk el most. Látom, önök már az új korszerű automata autóbusszal járnak. Lényegesen könnyebb? Lényegesen könnyebb, tisztább, gyorsabb. A Budapesti Közlekedési Vállalat sportköre a BKV előre. 16 aktívan működő szakosztálya van. Ezek létesítményei egyaránt alkalmasak a verseny és a tömegsportra. Nemrég készült el a tekepálya új berendezése. Ez ma egyike az ország legmodernebb ilyen sport létesítményeinek. Még nagy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas.
nem csupán a versenyzésre, vagy általában a sportolásra, de a dolgozók pihenésére, a mindennapi munkából való kikapcsolódására is kiváló lehetőségeket nyújt a vállalat balatonfüredi vitorlás telepe. Az öt balatoni üdülőben évente 3700 budapesti közlekedési dolgozó pihenhet családjával. Nemrég szerződést kötöttek a belgrádi testvérvállalattal. Ennek értelmében csere alapon vállalati dolgozók üdülhetnek az Adriai tengerpartján is. A közlekedés sajátosságaiból következik, hogy a járművezetők munkaidejének kezdése meglehetősen rapszódikus. Épp ezért az iskolás gyerekek nyári nagy szabadsága sok gondot okoz a szülőknek. A vállalat ennek könnyítésére a balatoni gyereküdülőkön kívül turnusonként 50-50 gyerek számára állandó nyári napközi tábort szervezett a budai hegyekben. A gyermekekről való gondoskodásra jellemző, hogy a BKV-nak összesen 16 gyermekintézménye van. Ebből csupán a bölcsődék és óvodák 761 férőhelyen rendelkeznek. De már épül a 17. is, az új 160 férőhelyes óvoda és bölcsőde. A dolgozóinak több mint 40%-a 30 éven aluli. Érthető tehát, hogy a klubok építésénél elsősorban a fiatalok igényeiből indultak ki. Miért jár a klubba? Hát először is a sporttémákat itt beszéljük meg, mivel a sportbizottsági tag vagyok én is, mint amennyien itt körülöttünk, és másodszor nagyon jól érzem magam itt a klubban, sok fiatal van, és sok fiatal együtt nagyon jól érzi magát. Alkalmasnak tartja a klubot a szabadidő eltöltésére? Igen. Hányszor jár hetenként a klubba? Hetente kétszer-háromszor. Jól érzi magát a BKV-nál? Hát mondhatom azt, hogy igen, most már éppen jubilálok. A múlt héten töltöttem be a negyedik évet, amit itt dolgozok a BKV-nál. Nyugdíjas állásnak tekinti a BKV? Talán. Később, hogy elvégeztem az iskolákat, akkor azt mondhatom, hogy igen. A klubban találkozott-e már valakivel, akit esetleg elvenne feleségül? Hogyne. Jó ez a klub? Hát nagyon jó. Én azt lehet mondani, hogy a munkaidő után majdnem mindig itt vagyok. Nem csak azért, mert székházban dolgozok, hanem nagyon jól érzem magam. Kis fiatalok között jó magam. Itt szoktam szervezni különböző klubkör utánokat is, és én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a klubbal, amit a vállalat biztosított a kis fiataloknak. Thank you.
klubok azonban ma már nem csak a fiatalság kedvenc szórakozó helyei. Világosan bizonyítja ezt, hogy a magyar-vietnámi barátság klubjában teljes egyetértésben él egymás mellett, ki-ki a maga szórakozásának áldozva, a vállalat több generációja. Két család férfi tagjai ülnek itt, mind a két család arról nevezetes, hogy a papa, a nagypapa is, meg a fiú is itt dolgozik a mostani BKV-nál. Önnek az édesapja is itt dolgozott, ugye? Igen, 1923-ban lépett be a vállalathoz. És ön? Én 1948-ban. És mire vette rá a fiát, hogy ő is ide jöjjön? Hát szerettem volna én is, hogy autóbuszokon dolgozom. Szakmájú? Autószerelő mind a kettőn. Mind a kettőn. Önök nem egyforma szakmájú? Nem. Én autóvillanyszerelő voltam, tavaly mentem nyugdíjba, és én rádumáltam a fiamat üzen ide, mert jó kollektíva, jó haverok vannak, és hallgatott rá. Papa igazat mondott? Hát én megtaláltam, úgy érzem, a számításomat. Jó kollektívába kerültem, és úgy érzem, hogy jól érzem itt magam. Na most ez a hagyomány folytatódni fog, tehát a maga fia is ide jön majd? És ha ide jön, akkor mivel beszélné rá, hogy itt is maradjon? Hát elöltetni nem fogom, de ha ő úgy érzi, hogy ide akar jönni, hát sok szépet el tudok mondani a vállalatról. Budapest egyike Európa 15 legnagyobb városának. Lakóinak száma meghaladja a 2 milliót. Területe 525 négyzetkilométer. A budapestiek, ha olykor szidják is, alapjában véve szeretik a főváros tömegközlekedésének rendszerét. Az öregebb járművek szívükhöz nőttek, a fiatalokra büszkék. A budapesti közlekedési vállalat dolgozói ezt a sok rosszat és sok jót együtt megélt 2 milliós nagy családot akarják szolgálni. Egyre kulturáltabban, egyre korszerűbben. Mert tudják, hogy ezzel ugyanakkor önmagukat is szolgálják. Hiszen ez a 26 ezres kollektíva nem valamilyen idegen közegben él. Valamennyien felelősségüket ismerő, tevékeny tagjai ennek a városnak.